Sziasztok! Még mielőtt belekezdenénk a mai videóba, engedjetek meg egy kis kitérőt. Hatalmas sebességgel közelítünk a 40 ezer feliratkozó felé, ezt a számot pedig szeretnénk méltó módon megünnepelni, de erre a ti segítségetekre lenne szükség. Írjatok ez alá a videó alá kommentben olyan top 10 jellegű ötletet, amiről szívesen látnátok videót. Olvassátok a többiek ötleteit is, és amelyik tetszik, azt mindenféleképp lájkoljátok. A legtöbb lájkot kapó komment lesz a következő top 10 videónk témája. Na de ezt majd csak a videó után, térjünk vissza mai témánkra, a testbeszédre. A testbeszéd egy nonverbális kommunikáció, amelyben az érzéseinket, gondolatainkat nem szóban formáljuk meg, hanem bizonyos mozdulatokkal, arckifejezésekkel. Ezek lehetnek tudatos mozdulatok, de történhetnek akár akaratunktól függetlenül is. Ebben a videóban olyan testbeszéd jeleket gyűjtöttünk össze nektek, amelyekkel sokszor találkozhattok és segíthetnek a mindennapokban. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na akkor kezdjük! Karok. A karjainkkal rengeteg olyan mozdulatot tudunk csinálni, amelyek különböző dolgokra utalhatnak. Gondolhatunk itt arra, hogy ha valami nem sikerül, akkor a fejünket fogjuk, vagy elismerés esetén tapsolunk. Lássunk néhány testbeszédet, amit a karjainkkal csinálunk. Összekulcsolt karok. Sokak szerint ez a távolságtartásra, bizonytalanságra, védekező pozícióra utal. Ez bizonyos esetekben igaz, de más jelentése is lehet. Egyes kutatók szerint a karok összekulcsolása egyaránt használja az agyunk jobb és bal féltekéjét, mellyel magasabb kognitív funkció érhető el. Emiatt, ha valakit ilyen pozícióban látsz, az azt is jelentheti, hogy koncentrál valamire. Karok a csípőn. Egyesek szerint ez a tartás magabiztosságra, mások szerint agresszióra utal. Ebben a pozícióban nagyobbnak nézünk ki, és a könyökeink segítségével megakadályozzuk, hogy mások túl közel kerüljenek hozzánk. A hétköznapokban a leggyakrabban akkor tartja valaki így a kezét, amikor mérges. Kéz. A kezeinket nagyon gyakran használjuk különböző gondolatok kifejezésére. Ilyen az integetés, vagy akár a felfelé vagy lefelé mutató hüvelykúj, amit a YouTube világában már csak like-nak és dislike-nak hívunk. Erről jut eszembe. Ha tetszik nektek ez a videó, akkor nyomjatok egy like-ot, ellenkező esetben egy fordított like-ot, és írjátok meg kommentben, hogy mi nem tetszett. Na vissza a videóhoz! Összeszorított ököl. Ez általában düre, haragra utal, viszont bizonyos szituációkban boldogságot, örömet jelent. Jó példa erre, amikor egy teniszező megnyer egy labdamenetet. Az okéjjel. Ez az a jel, amikor a hüvelykujjunkat és a mutatóujjunkat összeérintjük. Ezzel arra utalunk, hogy valamivel elégedettek vagyunk. Érdekesség, hogy Dél-Amerika bizonyos országaiban ez nem egy szimpatikus mozdulat. Lábak. Ahogy a karjaink, úgy a lábaink is rengeteget elárulnak gondolatainkról, érzéseinkről. Széles terpezben ülés. Ez a pozíció elsősorban magabiztosságra, dominanciára utal. A csípőretett kézhez hasonlóan ebben a helyzetben is nagyobbnak nézünk ki, mivel több területet foglalunk el. Keresztbetett lábak. Ha valaki keresztbetett lábakkal ül, az zárkózottságra, érdektelenségre utal. Ha tehát beszélgettek valakivel és keresztbetett lábakkal ül, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem érdeklitek őt, vagy simán a téma nem jó, amiről beszélgettek. Szem. Szokás mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ez valóban így van, a szemeink sokat elárulnak a hangulatunkról, érzéseinkről. Ha szeretnétek a szemekből olvasni, akkor amit mindenképp érdemes figyelnetek, az az, hogy a beszélgető partneretek a szemetekbe nézze, vagy inkább kerülje a tekinteteteket. Vegyük hát ezeket részletesebben. Szemkontaktus. Ha valaki a szemetekbe néz, amikor beszélgettek, az azt jelenti, hogy érdeklitek. A túl hosszú szemkontaktus ellenben ijesztőnek tűnhet, illetve ha a személy túl gyakran néz máshova, az azt jelenti, hogy nem élvezi a beszélgetést, esetleg rejtegetni próbál valamilyen érzelmet. Pislogás. A pislogás egy természetes jelenség, de a túl gyakori vagy túl ritka pislogásból bizonyos dolgokra lehet következtetni. Az emberek általában gyorsabban pislognak, ha idegesek vagy kényelmetlenül érzik magukat egy adott szituációban. A túl ritka pislogás pedig azt jelzi, hogy valaki próbálja elfojtani az érzelmeit. Jó példa erre egy pókerjátékos, aki igyekszik nem kimutatni, hogy milyen osztást kapott. Száj. Az előzőekhez hasonlóan a szájról is rengeteg dolgot meg lehet állapítani.
Például, ha valaki az alsó ajkát harabdálja, az valószínűleg idegességre utal. Az egyik legismertebb szájjal való gesztikuláció a mosoly, ez viszont sajnos nem mindig őszinte. Lehet erőltetett, vagy akár utalhat szarkazmusra is. Száj eltakarása. Az emberek, amikor el szeretnék rejteni a reakciójukat, gyakran kapnak a szájukhoz. Így próbálják megakadályozni, hogy a többiek leolvassák róluk, hogy mit gondolnak. Ajakharabdálás. Az ajakharabdálása, ahogy azt előbb már említettük, az esetek döntő többségében idegességre, aggodalomra utal. Gyakori jelenség, hogy egy ellenőrző írása közben a diákok úgy harabdálják a szájukat, hogy azt már észre sem veszik. Ilyen példaként említhetjük még azt is, amikor beszélgettek valakivel, aki közben a száját harabdálja, ez valószínűleg azt jelenti, hogy tetszetek neki, ezért zavarban van, és a száját harabdálja. Ezzel a lista végére értünk. Ti ezek közül melyiket szoktátok észrevenni magatokon? Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!